Kispiacra délelőtt érkeztek meg az üzemanyagjegyek. Az 50, 20 és 5 literre szóló jegyeket a helyi szaktanácsadó asszisztensek hivatalában jelenlevő gazdák azonnal át is vehették. A mai napig körülbelül a 350 bejegyzett termelőből 177 igény érkezett be. 9-ig van nyitva az igénylési lehetőség, és hiszem, hogy nagy százalékba fognak a támogatott NAFTA jegyek igénybe nyújtani. Este 7-8 óráig is nyitva vagyunk, hogy a termelők minél hamarabb megkapják az üzemanyagjegyeket. Az asszisztenseknél felveszik a bónakat a termelők, ott rá kell írni a minden bón hátuljára, amikor átvették elsősorban is. Tehát mi kovertákban csomagoltuk név szerint mindenkinek, hogy kinek mennyi jár pontosan a végzése alapján. Akkor a végzést átveszi róla, azt aláírja, ráírja a személyi számot, a dátumot, amikor átvette. A bónokra pedig azt ajánljuk, hogy átszámolni, fölnyitni a kovertát a helyszínen, átszámolni, és a minden bón hátuljára a címlet értékétől függetlenül rá kell írni a gazdaság számát, és aláírni a gazdaság hordozójának, tehát aki be van jegyezve, akinek a nevére szól a végzés is. Mert ennélkül a benzinkutakon nem fogják elfogadni. A NISZ töltőállomásain az üzemanyagjegyekkel a 125 dináros áron rögzített D2-es dízelt literenként 65 dinárért vásárolhatják meg a földművesek. Viszont a behozatalból származó eurodízel esetében az időszerű napi árból vonják le a kedvezmény összegét, a 60 dinárt.